Sziasztok, Zsanett vagyok. A mai mesénk címe Mátyás király és a vadkörtefa. Fogadjátok sok szeretettel! Két község határos volt egymással. Az egyik község kisebb volt, a másik nagyobb. Éppen a határukon volt egy vadkörtefa. Sokat veszekedtek miatta a két falu, de nem tudtak megegyezni, melyiké legyen. Gondolt egyet a kisebbik község bírája, felment igazságot kérni Mátyás királyhoz. Vitt magával ajándékba egy csutora bort, meg a körtefa levéből egy üveg ecetet. Kérte, hogy adja vissza nekik a vadkörtefát. Mátyás király meghallgatva a paraszt, és megkérdezte, milyen annak a fának a gyümölcse, édes-e vagy savanyú-e. Savanyú az, felelte a bíró. Na, majd elmegyek, megnézem, amikor terem, mondta a király. Azzal elbocsátotta a bírót, meg is ajándékozta. Adott neki egy papagájmadarat. Meghallotta ezt a nagyobbik község bírája. Ő is gondolt egyet, felment Mátyás királyhoz. Vitt ajándékba egy félakó bort, meg egy üveg ecetet a körtefa levéből. Meghallgatta őt is a király. A bíró a maga községének kérte a vadkörtefát. Mikor elmondta a panaszát, tőle is megkérdezte Mátyás, édes-e vagy savanyú-e a fának a gyümölcse. Édes az, felelte a bíró. Na, majd elmegyek, megnézem, amikor terem, mondta a király. Majd őt is megajándékozta, adott neki egy szerecsent. Hazamegy a falujába a bíró. Látták a szomszéd falubeliek, milyen ajándékot hozott, s azt mondták. Ennyi, a nagyobbik falut jobban megajándékozta a király, mint minket. Hanem egyszeriben megvigasztalódtak, amikor megkérdezték a szerecsent, hogy mit eszik. Citromot, narancsot, meg fügét. Akkor már mégis többet ér a mi ajándékunk, mert ez csak kendermagot eszik, meg beszélni is tud. A másik évben, mikor a vadkörte megérett, Mátyás király csak ugyan lement a faluba. A fához hívatta mindkét falu népét, aztán felszólította a nagyobbik falu bíróját, hogy vegyen le egy körtét és kóstolja meg. Édes-e vagy savanyú? Kérdezte tőle. Édes! Aztán a kisebbik falu bírájával szakasztott le egy körtét. Tőle is megkérdezte. Édes-e vagy savanyú? Savanyú. Igazad van, szólt Mátyás király. Tietek a vadkörtefa, mert ti igazad beszéltek. A vadkörte sohasem lehet édes, mindig csak savanyú. Aki pedig kis dologban nem mond igazat, annak nagyban sem lehet hinni. Így nyert a kisebbik falu, mert bírája igazat szólt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!